Köszöntöm a kedves nézőket. Olá Gábor sípjelére én már elkezdtem a közvetítést, és a Vasas is megindult, de még csak ez a sípszó volt a rendes kezdősípszó. A Vasas Szeged NB2-es találkozón a 11. fordulóban rendezik ezt a mérkőzést. Szokásos Verne Sie páros ebből a kezdő 11-ből ismét ott a labdánál. Két emberes sorfalt kér, Varga Bence, Vernes lépi ki. Ugye Szolnok elleni bajnokin emlékeztünk rá, egy gólpaszt adott Fecesinnek. Jó, megy ez a labda, és durran a jobb kapufán egy hatalmasat. Otikba ugye a Ferencvárosnál fejezte be a szezont. Hosszabb sérülés, majd rehabilitáció után visszaverekedte magát a Fradi csapatába. A szezon végén elköszöntek tőle. Több helyen próbálkozott, próbált külföldre is igazolni. Végül a Vasas ajánlatát fogadta el, de egyelőre nem számolhat vele Schindler Szabolcs, aki pedig ugye egyelőre még kupameccset nem számítva. Hopp, egy fejes! Majdnem megszerezte a vezetést a vendégegyüttes. Jovanovics. Mól érkezik a bal oldalon. Gajdos szépen előzi meg Vicián. Aztán Gajdos visszaszerzi. Lecsúszik a beadás, és kapufáról pattan fölé. Sie, az ellenfélnek vette le ezt a keresztlabdát. Dobos. Felgyorsít az oldalvonalnál. Aztán jön egy beívelés a hosszú felé. Gajdos visszabólintja, Takács pozíciót fog. És rá tudja kotorni ugyan kapura. Litausz kiugri Takács nyakába, aztán Dobos bombáz. Jova pedig egy óriásit véd. Jó ez a beívelés, visszafejelés is jó. Azonban Litauszkiról kimegy a labda szögletre. Mól tekerheti be ismét a labdát. Hosszú felé érkezik Gajdos, visszahúzza, Jova belekap. Szivacskinak kell kihúzni a labdát. Aztán egy bátor távolsági... Úristen, mekkora gólt lőtt! Ódor Máté! Kivágták a labdát a szöglet után ugyan, de senki se számított rá, hogy Ódor ezt rá fogja szúrni, és az U19-es csapatból nyáron felhívott játékos ezzel a remek lövéssel megszerzi a vezetést a Szeged csapatának. Egy szegény embert az ág is húzza. A Vasas is valamilyen szinten így érezheti magát. Nem elég, hogy nem megy a csapatnak, még sok a sérült és a vírusos játékos is. Megérzi a hiányát többeknek az angyalföldi csapat. Vernes nem vár a sípszóra, odavarázsolja a Pátkai lábára a labdát, és Pátkai megszerzi az első gólját a Vasasban. Fantasztikus helyzetfelismerés. Vernes meglátja a beinduló középpályás, remekül teszi a lábára. Pátkai lövésébe pedig Varga még bele tud nyúlni, azonban a labda a jobb alsó sarokba begurul. Nagyon gyorsan jött az egyenlítés, így még aztán van esély a fordításra. Kinara. Bírtalan kielni a jobb szélen, Pátkai kapja végül. Szivacski. Érkezik a beadás, ott a fejes, és megvan a fordítás. Radó András, ez talán egy olyan gól lehet, ami átszakítja a gátakat. Nagyon várták már Radótól, aki nem véletlenül megy a szurkoló tábor elé ünnepelni. Az NB1 gól királya végre gólt szerez a Vasasban. Ezt várják tőle a vezetők, és most egy nagyon szép fejes gól. Mól. Grumics indulna be. Litauszki jól helyezkedik, azonban rossz helyre combozza le a labdát. Olá pedig a kényszerítő után nagy helyzetbe kerül. Hiába esik el Sie szorításában Olá. A játékvezető és a partjelző sem jelez 11-est. Radó, van előtte terület. 2-2-ben bírtalannal Radó keresztbe vezeti a pályán. Én mindig Radónál a labda, most találja meg bírtalant. Kicsit nyögvenyelős ez a támadás építés, de most Hinara becsatlakozik, bírtalan visszakapja, egy csavalás, a rövid felé, Varga pedig egy nagyot véd, szöglettel jöhet a Vasas. Hinara.
Hát a túloldal a Siének, aki mellel maga elé teszi. Laposan középre Radó. Ellövi és bevágja a rövid felső sarokba. Radó András megérkezett Angyalföldre. Két remek góllal. 3-1 most már a Vasasnak a 65. percben. Simon felpörgeti a labdát, Pátkai, Radó. Meglátja, hogy kinnál a kapus, azonban ez egy gyenge megoldás most Radótól. Csak Szivacski felrúgja a labdát és lassan le is fújja a játékvezető a mérkőzést. Inkább visszafele passzol Jova. És ebben a pillanatban vége a Vasas Szeged MB2-es bajnokinak. Az Angyalföldi együttes 0-1-es hátrányból 3-1-re nyerte meg a találkozót, és 6 bajnoki után újabb értékes 3 pontot gyűjtött, és a szurkolók reményei szerint megindul felfelé a tabellán. Köszönjük szépen a figyelmüket, tartsak velünk legközelebb is. Viszontlátásra, viszonthallásra!